Felvonatva a lecke. Mindegyik szívemhez igen közel álló témát szólaltatott meg mindegyik előadást. Ezért olyan nehéz, röviden reflektálni rájuk. Kezdjük az elsővel, Zombor előadásával, amelyik a történelmi idő problémájáról szól. Én a történeti idővel is szoktam foglalkozni, a történeti diskurzus idejével, de itt most a történelmi időről van szó. Az első, vagy a legfontosabb kérdés azt hiszem ennek kapcsán az az, hogy mikor volt a múlt? Mert ez egyáltalán nem egyértelmű, az előadásról is kiderült. A professzionális történeti írás utolsó 200 éve, vagyis az a 200 év, amit 19. század eleje óta így számítunk, ugye a professzionális akadémiai történeti írásnak a kora, ez nagyon gyakran változott, hogy mikor volt a múlt. Erre utaltál, hát mondjuk még a 19. század végén Mária Teréziával foglalkozni, tehát bő száz évvel korábbi korszakkal merész húzás volt, mint jól tudjuk a historiográfiából, mert hogy az túl közel van a történész jelenéhez. Ma meg ott tartunk, hogy még el sem nagyon múlt a múlt, és már a történészek foglalkoznak vele. Ugye tehát arról van szó, hogy amikor volt a múlt, fogalma, az folyton változik. Koszelek ugye föltárta ezt a bizonyos nyeregidőt, fogalmát, leírta, hogy hát tulajdonképpen a jelen és a múlt közötti különbséget nagyjából a 18. század végén kezdték felfedezni, hogy felderengett nekik, és erre épül a történeti írás, amely éles különbséget tesz múlt és jelen között, és ezáltal tudja a múltat történelmi esíteni valójában. Na most még egy dolgot hadd tegyek hozzá, mert szeretnék nem túl sokat beszélni. Az pedig a történésznek ehhez a nem tudjuk, hogy mikor volt a múlt, és mikor ért véget, és mikor kezdődik a jelen, mert az egy olyan cezúra, vagy olyan határa még folyton mozog. Méghozzá a múlt egyre közelebb kell a jelenhez. Na most mégis van itt egy történészi pozíció, amit hiába vetítetted ki Dantót többször is, de sosem beszéltél róla, sajnos. Nem Dantó az első, hanem talán Oakeshott, Michael Oakeshott, de Dantó a Arthur Dantó a legmarkánsabb kifejezője ennek a nézetnek. A történész az, aki hátra tekint, nem kívül áll a valóság, a múlt valóságban, a múlt árazolni kíván múlton, mert az azt jelentheti a kívülállás azt, hogy ott van mellettem, egy időben velem, és én mellé lépek, kívül egy határon, vagy fölötte vagyok, mint a jó Isten, tehát a gondviselő tekintetével nézek le rá. Nem, a Dantó nem azt mondja, hogy az Oakeshott ha kezdődik ez a gondolkodás a történész pozíciójáról, hanem a hátratekintés, angol egyébként a hintegető angol, hindsight, ez a kifejezés, ezt használják. Tehát a hindsight az azért egészen speciális, megismerési pozíció, mert a múlt nem a saját fogalmaiban gondolható így el, hanem a következményeivel együtt. Márpedig az a múlt, amit a következményeivel együtt szemlélünk, az nem az a múlt, amit a benne állva élő ember, benne lévő ember, benne élő ember megismerhet. Mert például nem szándékolt következményekkel ő nem számolhat, nem tudja, hogy mit lesznek a következmények, amelyekkel ő nem számol, ugye a várakozási horizontnak megfelelően. Tehát azt gondolom, hogy tolható ez a múlt egyre közelebb a jelenhez, de nagyon kétségesnek tartom az én álláspontom, ismerem a cikkedet, amit erről írtál, angol jelent meg, általad szerkesztett labban, hogy a jelen történet, vagy kortörténetírás, vagy jelen idejű történetírás, mindegy, hogy nevezzük, az valójában kétséges, hogy mennyiben felel meg annak, amit a hindsight, a hátratekintő pozíció, mint megismerési alaphelyzete a történésznek megkövetel. Ha nem tudok hátratekinteni, már pedig jelenben élve, a jelenről írva nem tudok hátratekinteni, mert fogalmam sincs, hogy a jövőben mi fog ebből következni,
Tehát történészként nem nyúlhatok így hozzá. Ilyen értelemben én konzervatív vagyok, és azt mondom, hogy ez a jelenkor történetírás nem történetírás, a szónak ebben a analitikus értelmében, a hátratekintés hiányában. Ehhez, tehát lényegében ezt tenném hozzá, és még valamit, a jelen szemlélhet, nem csak az a helyzet, hogy a múlt szemléletű, vagy szemlélendő, mert nem lehet másképp hozzányúlni a jelenből, hanem a jelen szemlélhető a múltból. És azt gondolom, hogy Michel Foucault a történelem genealógiája fogalom alatt kidolgozott felfogása, ami Nietzsche-ből indul, az éppen az, hogy a történetírás az a jelen történetírása, mert a múltból tekintünk a jelenre. És azt vizsgálja például a bolondságot, az őrültséget, a börtönöket, stb. Az orvoslás vizsgáló könyvében, ez egy könyvének a témája, híres könyvének a témája, hogy ami a múltban e tekintetben létezett, vagy azonosítható, ami nem azonos, ami azzal, ami ma ebből adódik, tehát régen, klasszikus kor előtt, ahogy ő nevezi, az őrültség az nem olyan volt, annak a fogalma, a kezelése, a hozzávaló viszony, mint ma, mert ma visszatekintve gondolhatjuk, hogy az őrültség az egy általános emberi jelenség, de az egy történeti jelenség, és akkor csak a maga sajátos szétszórtságában létezett ez az emberi állapot, amit később szintetizáltak, és lett belőle klinikai fogalom, ami korábban nem létezett. Tehát ilyen tekintetben Michel Foucault azt mondja, hogy a jelen a múlt felől így értjük meg. Zoli, Hornet Zoli előadása. Az a tapasztalatom, egész nyáron Trianonnal kapcsolatos irodalmat olvastam, az Ablonci iratócsoportjának a termékeit, azt érdemes olvasni, a többi az szemétbe való, mármint amit a NER gyárt, és az roppant izgalmas volt, és ennek egyik vezérmotívuma az erőszak jelenség. 18-19 tele van erőszakkal. Csiki Tamás, Révész Tamás külön foglalkozott, ugye Révész egy egész monográfiát írt, Csiki egy jó tanulmányt írt. Ablonci ezt a ismeretlen Trianonnal összefoglalja ezeket az eredményeket. 18-19-ről merőben más képünk alakul ki. Kiderül, hogy van egy, én úgy nevezném, hogy fű alatti erőszak. A nagy politikában mennek az átalakulások, mindig ezzel foglalkoztak, polgári demokratikus forradalom, tanács, köztársaság, stb. Miközben az emberek, akik feje fölött zajlik a történelem, erőszakot gyakorolnak, erőszakot szenvednek el, folyton. Ezt tárja fel ez az irodalom. Igen, most te valami hasonlóra vállalkoztál, amikor megnézted 48 kapcsán a paraszti népi elégedetlenséget, és ezt mondjuk a Charles Tilly-féle tipológiával egyeztetted. Azt gondolom, hogy ez a fű alatti tömeges erőszak, ez az erőszak aspektus, ez a társadalomtörténeti vonatkozása a történelemnek, amire eddig a politikatörténeti szemléletmód nem láthat rá erre, nem is érdekelte, de ez legalább olyan fontos, mint az, hogy mit gondolt Kossuth Lajos, mit tett Kumbéra, stb. Ami egy másik problémát illeti ezzel kapcsolatban, az, hogy olyan illeszhető ez, vagy harmonizálható, azzal a főleg Nyugat-Európára kitalált, leginkább Franciaországra és Angliára, abból, annak a tapasztalatából levont Tilly-féle tipológiával, amit ismertetett a Zoli. Magam a 80-as években ismerkedtem meg ezzel, és meg a Tillyvel is beszélgettem, és akkor azt gondoltam, hogy én majd a kollektív erőszakkal fogok foglalkozni, aztán egy-két ciklet csak belőle. Én azt gondolom, hogy a 48-49, hogy ennél most megálljunk ennél az eseménynél, annak a reaktív erőszak eseménye, amiről te beszéltél az embergyőzőféle forrásgyűjteményt is használva, összefüggésbe kell hozni, vagy össze kell kapcsolni
azzal a másik erőszakkal, amit szabadságharcnak hívunk. 1949 forradalmi szabadságharc, így beszélünk róla. Mi ez a szabadságharc? Bécs felől tekintve, hát nem más ez, mint rebellió, ugye? Egy szeparatista rebellió. Magyar kontextusban ez inkább polgárháború, amelynek nagy részét, egy részét románokkal, délszlávokkal, egyebekkel vívjuk. Magyar alattvalókkal egyébként. Tehát tipikusan polgárháború. És egyébként pedig valójában a szabadságharc kifejezés arra utal, hogy egy forradalmat követő, nemzeti önrendelkezésért folytatott küzdelem. Most, ha ez forradalom és annak következménye is, egyszer s mind, nem logikus, de összekapcsolódó következménye, akkor ez én szerintem inkább proaktív. A proaktív fogalomba tartozik a téliféle tipológiában, és ebből akkor az következik, hogy 49 egyszerre adott tápot reaktív és proaktív kollektív erőszak eseményeknek, hogyha ezt ilyen fogalmi rendben szeretnénk rendezni. Barát Kati, mindig szellemes, ironikus, és annyiban innovatív, hogy kitalál egy felületet, most a recenziókat, de volt már más is, amin keresztül bemutatja, hogy a történelem az mennyiben elbeszélés. Elbeszélés a szónak irodalmi értelmében, és ezen csak annyit kell érteni, nem az, hogy igaz vagy nem igaz, hanem az, hogy egy szavak, mondatok által nyelvileg megalkotott kompozíció. Hát mi ilyeneket állítunk elő? Ettől ez nem regény. Azt kell mondani, hogy közös az ősünk. Az elbeszélés maga. A folklór is. A népi elbeszélés is ilyen. A recenzióban pedig azért volt jó választás a recenzió műfaj ehhez, mert azt lehetett megvizsgálni, hogy a történészek, amikor történészekről írnak, történészi szövegeket mérlegelnek, a bírálat igényével, az elbírálás, a megítélés igényével, akkor mennyire vesznek figyelembe olyan szempontokat, hogy elbeszéléseket vizsgálnak. Ez egy nagyon gyümölcsöző út lehet arra, bemutassuk, hogy ha valamikor egységesen irodalmi műfaj a történelmi elbeszélése, 18. században még egyértelműen irodalom volt a történetírás. A 19. század elején változások történnek. Erről én sokat értem, nem akarom elmondani, megjelenik a történelmi regénynek az a formája, amit Walter Scott képvisel, és akkor hát a német, a porosz historikusok, nagy Berlini iskolaalapító, olvassák Walter Scottot, de közben, és ismerik Hegelt, mindegyiket meg akarják tagadni, és elkezdenek tényekkel foglalkozni, archívumokban, meglehetősen manipulatív egyébként, ez most Grafton megírta a lábjegyzetre szóló könyvében, hogy hogyan, nem kell ezzel elájulni, hogy mennyire ténytudomány tisztelők voltak ők, azok is, meg nem is, és a történeti szövegeket igyekeznek de-retorizálni, ahogy ez Jön Rüzen egy tanulmányában kifejti, vagyis megszabadítani minden metaforától, minden irodalmias jellektől, mert az eltorzítja a valóságról való beszédet. És ekkor szétválik az irodalom lassanként és a történetírás, és ugye a történelmi regény formájában tovább él a sokkal népszerűbb, a népszerű történeti elbeszélés. Irodalomtörténészek állítják, Bargócsik, egyebeket olvasunk, hogy hát még a 19. század vége felé is a történelmet leginkább a regényírók írták. Jókai például, Karaman Jósika, és így tovább. Tehát nem csak ma van nagyon sok történelmi regény, hanem, de ma más a funkciója, hanem hát valójában történelmről általában regényírók beszélnek. Na most, történetírás kényelmetlen helyzetbe kerül. Nála jobban beszélnek a történelemről a regényírók. Jobban szeretik az olvasók. És azt el is hiszik az olvasók, amit azok állítanak a történelemről. Akkor ők hogyan bizonyítsák a létjogosultságukat?
És akkor úgy akarják bizonyítani, hogy hát ők viszont tudósok. Alig tette fel valaki a kezét ma, amikor ezt Kati megkérdezte, hogy akar-e tudós lenni. De 50-100 évvel ezelőtt mindenki feltette volna a kezét, tudós akarok lenni, nem regényíró. És ez az, ami megváltoztatja a viszonyt a szöveghez. A szöveg legyen gyönge, rossz, irodalmi szempontból nézve a dolgot. Olvashatatlan, minél olvashatatlanabb, annál tudományosabb. Minél szárazabb, minél élvezhetetlenebb, annál megbízható, annál az igazságról szól. Deretorizálja. Nem valósulhatott ez meg, mert ugyan a Hans Kelmen, kimutatta, hogy még ez a nagy francia Annál történetírás és metaforák tömkelegével él a legstruktúrálisabb elbeszéléseiben, leginkább strukturalistáknak elbeszéléseiben. Nem lehet úgy beszélni, hogy ne legyünk fogjai a nyelvnek. Úgy nem lehet beszélni. A matematikai jeleket föl lehet írni, a történészek nem matematikai jelekkel beszélnek. És így vész el az érdeklődés, az érzékenység, a szövegek, a történeti szövegek irodalmias vonásai iránt, amik valamelyest mindig megmaradnak, soha nem lehet kiűzni teljesen. Domanovszkiban még, és ez nem véletlen, jó volt a példa, szegfű kapcsán is, szeg megítélése kapcsán is, de szerintem szegfű szövegeket is, szegfű recenziókat is lehetne találni, amelyek ezt bizonyítják, még ott van az elevensége ennek az igénynek, hogy egy szöveget irodalmias voltában a szerzőt kvázi regényírói ambícióiban értékeljünk. Szereti a hősét, nem szereti a hősét, megérti-e, és tudom, milyen módon ábrázolja. És aztán elvész, kihal. És ezzel valójában a történetírás befelé forduló lesz. Olyan lesz, mint egy szűk szakmai közösség belső ügye. Csak ránk tartozik, csak mi értjük, a beavatottakat. Érdekli a beavatottak számára, számukra is elég nehéz ezeket unalmas szövegeket, főleg a szokszáz oldalasat végigolvasni, de találunk azért benne mégis élvezetet, de már kifelé ez érdektelen, élvezhetetlen. Ha így vesszük, hogy így alakult, ne is beszéljünk aztán az én különösen, az én szakmám, strukturális történetírás, struktúra történetírásról, amelyik táblázatok, számadatok, képletek, mi egymás halmaza, teljesen érdektelen az nagy közönség számára, nem is érti, nem is érdekli, akkor miért csodálkozunk azon, hogy a történelmi regényírók megint aratnak, hogy a mindenféle fikcionális eszköztárral jó felvértezett reprezentációk, a filmek, képzőzeti alkotások, bármi, minden, ami nem a tudomány száraz, deretorizált nyelvén szól, például a múltról, az vonzóbb, mint mi vagyunk. És minket már csak 200 példányban adnak ki, azokat pedig milliós példányszámban forgalmazhatják, és eszik, mint a cukrot. Hát azt gondolom, hogy itt a dolgok összeérnek, és végül eljutottunk a, amihez nyilván nem tudok hozzászólni, hogy hogyan látnak engem. Szélsőségesen látnak engem, mert nyilván szélsőséges vagyok, gondolom, azért, mert ez nyilvánvaló, és ezt el is fogadtam elég hamar. Beláttam, hogy ennek ez a dolog, ez egy természetes dolog, ennek így kell lennie. És talán számomra baj lenne, ha nem így lenne. Tehát, hogyha én fogyaszthatóbb lennék, elfogadhatóbb lennék, kedvesebb lennék nekik, a megszokotthoz közelibb olvasatot nyújtanék, ezt az én igényeimnek nem felel meg. Radikálisan el akarok szakadni valamitől, és akkor ennek ez a következménye. Nem kell megsértődni azon, hogy a nagy szakítás útját járom. Ezt el kell fogadni. Hogy mégis mi az episztemológiai álláspontom mindezek mellett, és a megismerés, a történelmi megismerésről az álláspontom, amit sok résztanulmányban fejtettem ki,
Úgy éreztem, hogy ezt nekem meg kell csinálni, ezt az összegzést, és hát 2-3 hónap múlva ez olvasható is lesz az Osiris kiadó gondozásában, egy ilyen, ahol a posztmodern szó, meg koncepció egyébként szinte elő se fordul, nem erről szól, természetesen, hiszen a posztmodern nem az a fa, trójai falu, amelyik ezt behozta, ezt a problémát már 100 évet görgetjük magunk előtt közvetlenül, és már Humboldt óta, vagyis a 19. század eleje óta töretlenül a fejünk fölött van, hogy megismerhető-e a múlt, és hogy mennyire nem ismerhető meg, de valamit az mégis tennünk kell, mert szükségünk van a múlt valamiféle tudatára, tudására is persze, de leginkább a tudatára. Nekünk történészeknek a tudást kell nyújtani, mások, például a public history, meg a politikai történelmi politika, az emlékezett politika az inkább csak a múlt mítoszára épít. Ezt azt hiszem, hogy te mondtad, hogy most meg is fogalmazta az egyik derék fiatalember a kommentárban, hogy hát Trianonról nem tudásra van nekünk szükségünk, hanem mítoszra, de ezt én magam annélkül is megértem, hogy nekik ez kell. Tehát több mindegy, ez mindig ugyanarról szól, a történelem tudatáról szól, akár tudásra épül, akár mítoszára épül. Ilyen körülmények között az embernek hitet kell tennie a racionalizmus mellett. És én amellett tartok ki, tehát a mítoszt elutasítom, a mitizálást, kitartok amellett, ez lényegében erről igyekeztem ebben a terjedelmes könyvben is írni, igen nagy szakirodalom áttekintése után, csak hogy azt a feltétlen optimizmust, hogy a múlt tényleg megismerhető, úgy, ahogyan volt, ahogyan Ranke ebben a 23-as könyvének az előszavában írja, ezt felejtsük el, nem úgy ismerjük meg, ahogy volt, de ez nem baj, mert nem ez a célunk. Hát mi a jelenben élünk, nem a múltban, hát miért kell nekünk úgy megismerni a múltat, ahogyan benne élő emberek ismerték. A hátratekintő történet szemlélet, a történet hátratekintő szemlélete, ez eleve kizárja ezt a lehetőséget, hiszen mi egyrészt vagy többet tudunk, mint ők, mert ők nem tudták a nem ismert, vagy nem váratlan, a nem szándékolt következményeket, illetőleg kevesebbet tudunk, mint ők, mert egy csomó dolog nem lett feljegyezve, irrelevánssá vált, a jelentőségét vesztette, hogy a jelentése megváltozott, tehát a múlt és a jelen között nagyon bonyolult a kapcsolat, és a történész ebbe a folyamba lép bele a maga jelen idejűségével, és a hátratekintésnek az előnyével és a hátrányával. Ez korlátokat jelent. Tehát az utolsó szavam hadd legyen ez. Nem az igazságot, a történeti egyszeri igazságot ismeri meg, az kell, megismeri a történész, hanem az adott lehetőségek közepette, forrásbocságok, stb. Azt, ami a jelenben a számára a legfontosabb, hogy történeti tudata lehessen. Nem többre van szüksége, csak erre. Köszönöm a figyelmüket.